Mikszáth Kálmán, Bondi Endre az Eladó Birtok című színdarabot mutatta be a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület december 28-án a Közösségi Házban. A darab jóval több egy romantikus szerelmi történetnél, melynek egyik főszereplője, Marjánszky Mihály földbirtokos, hozományvadászból szép lassan hőszerelmessé változik át. A történetben megismerhetjük a földbirtokos és Torpányi Erzsike bimbózó kapcsolatát, a találkozástól kezdve a szerelem beteljesedéséig. Az alkotást több romantikus szál is átszövi, Körmöci Péter és Zsuzsika néni, valamint a földbirtokos Kocsisa, Mátyás és Rézi, a szolgálólány szerelme is kibontakozik a szemünk előtt. A csavaros, vidám történetben a kezdeti bonyodalmak után mindenki megtalálja a boldogságot. A két felvonásos zenés vígjátékban fellépett többek között Balogh Éva, Bozsik Boglárka, Dienes Flóra, Tóth István és Kozma Róbert. A színdarabot Balogh Éva rendezte.